Helyezkednek a fotózáshoz a Fidesz-KDNP bátaszéki képviselőjelöltjei. Olyan ismert arcok vannak köztük, mint Kovács Klára háziorvos, Szabó Ákos állatorvos, a Város Polgárőr Egyesületének korábbi vezetője, Farkas András, vagy éppen Bognár Jenő, a település korábbi polgármestere. Aki 27 évig a város vezette, az nem tud úgy menni a városba, hogy ne lássa, hogy mi történik, vagy mi nem történik, és ez néha nagyon fájó, nagyon bosszantó, és talán ezért döntöttem úgy, hogy elkezdem és belevágok és segítem ezeket a lelkes, agilis fiatalokat. A Fidesz-KDNP jelöltjei mindannyian bátaszék fejlesztését tűzték ki célul. Így van ezzel Zsikó Zoltán is, aki szintén a párt képviselőjelöltje. Kulturális ember lévén mindenképpen azt gondolom, hogy a következő években el kell kezdjünk gondolkodni egy megújult 21. századi modern közösségi térben, egy új kultúrházban. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb fejlesztés az én szempontomból, vagy az én szemszögemből, az mindenképpen adott esetben ez. De én úgy gondolom, hogy egy 21. századi modern, multifunkciós piactér, esetleg egy buszpályaudvar. A jelöltek között helyet kapott a 24 éves Pap Dávid is, aki szerint nem csak a fiatalok szeretnének változtatni a város vezetésen. Ez a változás Bátaszéken szerintem ez kortól független. Hát hogyha végigmegyünk az utcán, azt látjuk, hogy rendezett a település, fel van söpörve az utca, a járda, de ez a mai világban, a 21. században ez nem elég. Hát körbenézzünk a környező településeken, hát fényévekkel lehagytak minket. Több beruházás, beruházásról beruházásra minden településen, és Bátaszéken ez nem valósult meg. Korom az ijesztőnek hathat az emberekre, viszont közel 10 éve már Pécsen tanulok, szakközépiskolát is ott végeztem, magas építőtechnikusként végeztem. Jelenleg a régi nevén Pollák Mihály Egyetemen tanulok, Pécsi Tudományi Egyetemen, műszaki és informatika karán építészmérnöknek, és jelenleg is dolgozom édesapámék cégében, a Bátépkert Kft-nél. Én inkább egy ilyen műszaki, gazdasági beállítottságú ember vagyok, nem szeretem az üres dumát, és mindent meg szeretnék tenni azért, hogy Bátaszéket végre tényleg vissza tudjuk helyezni a sikeres városok térképére. Beruházásokat szeretnék keresni, pályázatokat szeretnék keresni, elővenni azokat a kapcsolatokat, amiket az elmúlt igaz rövid időszakban, de tartalmas időszakban összehoztam. Az eseményen Horváth István, a választókerület országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Bátaszéken érződik, hogy az ott élők változtatást szeretnének a település vezetésében. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az elmúlt évi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeként több mint 1700 szavazatot kapott Bátaszéken, ami egyben szerinte azt is jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-nek több mint 50%-os támogatottsága van itt. Váltó hangulatot érzek Bátaszéken, járva az utcát, egyeztetve a bátaszéki emberekkel. Én úgy érzem, hogy változást szeretnének a polgármester pozícióban, és egy rendületes képviselőtestületet is szeretnének. Erre megvan a lehetőség, hiszen 2019. október 13-án önkormányzati választás van. A párt Tölgyesi Márkot, az Agrárminisztérium jelenlegi jogászát jelöli polgármesternek Bátaszéken. A 38 éves jogász korábban több település aljegyzőjeként is dolgozott. A fiatal politikus azt mondja, fontos számára a közösség építése és szülővárosának felvirágoztatása. Egyik kiemelt célja új munkahelyeket teremteni. Azért indulok a választásokon, mert Bátaszék nekem nem csak egy település a számomra, hanem a szülővárosom, és az otthonom is, amiért úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy mindent megtegyünk a megfelelő jövőjéért. A 21. századi településkép szempontjából én úgy gondolom, hogy egy modern művelődési ház egy olyan cél az én esetemben, amit én azt gondolom mindenképpen megérdemel a településünk. Emellett nagyon fontos, hogy a piactér is esetleg elinduljon egy olyan irányba, ami már egy ilyen komplex rendezvény szervezésre is alkalmas lehet. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében 5 évente tartanak. Idén október 13-án lehet leadni a szavazatokat.